Sziasztok! Megkezdtem ezt a duggatót. Én így szoktam levenni különben a mintát, hogy mit szeretnék csinálni. Vágok kartonpapírt, beillesztem, hozzá pászítom, amit el akarok érni, azt az ívet. Az alját is kialakítom. És van egy sablonunk, ami alapján már a lemez ki tudjuk vágni. Nekünk a sablonunk az gyakorlatilag lesz egy szél. Ez alapján kivágom a lemezt, lehajtom ére szépen, és be fogom tudni tenni ide. Már kitakarítom a helyét, teljesen fémig felcsiszolom, és be tudom majd tenni azt a fajta lemezt, ami ide lett méretezve. Hát ugye vannak itt problémák, még ide nekem kell belőle egy darab lemez, amit mindjárt szépen lemérek, és azzal együtt már össze tudom majd heggeszteni őt is, és be tudom majd illeszteni a helyére, és be is tudom heggeszteni. Na, majd térek vissza. A második sablon is elkészült, ő ide fog bekerülni, itt amit kell, majd visszacsiszolok rajta, de különben ő lesz az, hát ahol itt látjátok, ki van hagyva a hely, itt gyakorlatilag be fogom csúsztatni a merevítés alá, és ott fogom majd végigvarni, meg mellette. Úgyhogy kész van a második elemem. Tehát egyszer van ugye nekünk ez az ívünk, ami jön itt belül, meg van egy ilyen másik lapunk, amit be fogunk tenni, és akkor ezzel tudjuk zárni magát a sárvédőt, utána öregvéden menni fogjuk. Hát ide most egy kis darab varatot kell tennem, azt meg tudom oldani hamarjában, és utána tudjuk visszafele építeni telibe az egész alját. Hát ugye ide is ki kellett vágnunk egy darabot, mert ez még jó, ez mind fém. Nyilván vissza fogom majd csiszolni. Ezt sem fogom bontani, mert ez is jó, és ez is egybe van, és innen megindulok arrafele visszaépíteni szépen körbe az egészet. Futalművet nem fogom kibontani, mert igazából rá lesz varva az egész. Itt még ez elég jó anyag, úgyhogy ez tart. Innen felépítem az egészet, meghagyom neki a méretet, aztán alulról és befele haladva teljesen meg azt csinálva. Utána itt üregvédelmezek, tolok rá 2-3 lyukat, telibe fogom fújni. Hát nem purhabba, hanem üregvédővel, alvázvédővel is. Reméljük, hogy még itt pár évig jó fog szolgálni nekünk, úgyhogy jelenleg itt tartok. Ez lesz az egy elem, ami be fog kerülni, és ez fel lesz hajtva teljesen. Illetve amire majd ő fel fog feküdni, ez lesz a másik elemem, hát most durván odarakva, de különben bemegy a helyére, és ezzel lesz majd össze pászítva maga a varat. Hát nincs teljesen a helyén, de körülbelül így fog kinézni ez a két dolog, és akkor már itt a sargot le is tudunk terjébe zárni, aztán megyünk tovább beljebb. Hát én így szoktam csinálni saját autó, úgyhogy lehet gyakorolni rajta. Nem másnak kaukányolok, igazából eladni sem akarom az autót, mert ennyi miatt nem fogunk itt bajba esni. Hát azért hagyd mondjam el, hogy egy ilyen a karosszéri javítás, akit én kérdeztem, az körülbelül az autóárát fedné, úgyhogy nem igazán éri meg karosszériáshoz vinni nekem. Van hozzá minden, megcsinálom. Úgyhogy már van két sablon, uhohohoha. Az első sablon körbe van rajzolva, hogy be van rajzolva, csak még reggel van, úgyhogy őt ki kell vágni, meg aztán meglátjuk, hogy ővel ahogy alakul. Gyakorlatilag a vágásfosztosságot elhagyom, akkor ő is mindenki lesz vágva. Meg lett hajtva, jött az öreghez a G-ja. Hát így néz ki, egy darab lemez, egyes lemez. Igazából a sablon mintára levágtam, aztán addig kalapálod, amíg be nem fökszik a helyére. Hát elég jó lesz. Legalábbis nekem kiváló, fel lesz takarítva, fel lesz pucolva, és akkor ezt már be lehet heggeszteni oda. Nyilván ugye nem csak ez lesz, hanem lesz nekünk ez az alsó borítás is, mindenki lesz pucolva minden. Na már akkor meg lesz az ide való lemezünk is, és akkor kettőt össze tudom varni, aztán fel lehet fogni szépen. Na hát ez még
odébb van. Beraktam a másikat is. Nem tudom, mennyire fogja átadni. Amúgy különben ő fel fog feküdni arra a lemezre, az alsó kiszorborításra. Oda. Hát majd be kell pásztítani, meg is mondom, ki kell pucolni még az egészet. És akkor ehhez fog még hozzájönni ő. És akkor gyakorlatilag ez a rész itt nekünk le van zárva, fel van heggesztve. Itt majd még a pázítást megnézem, a hólyukon ott feltöltöm, heggesztelővel is mehetünk egyre beljebb. Hát amúgy különben annyit azért mondanék, hogy meg lehetne ezt csinálni úgy is, hogy kivág, teljesen kivág, meg kibontani az egésznek az alját telibe, de ennyi idejét, meg energiát, meg mindent nem szánok rá. Úgyhogy ez is megfelelő lesz a célnak. Nem a első gyakorlás, amit saját gépjárművön, hát amilyen lesz, olyan lesz, de szar biztos nem lesz, tehát ettől rosszabb nem lehet. Na most alakítgattam rajta, hát eltelt egy kis idő, de hát nem mindig érek rá. És ő lesz az, aki ide szépen nekünk be fog feküdni a helyére, hát amire látszik. Tehát egy résszel már meg vagyunk, illetve egy darabban, amit be fogok majd tenni. Hát nem mindjárt nézzük a kövit. Hát egy dologgal már meg vagyok belül, talán így lehet jobban látszik. Végig van toldva, fódva. Még ott belül is meg lesz majd csipet, vagy csepet hozzászorítom, aztán belső lemezkész. Utána rakom be a dobot. Na. Hát ott a ficakban meg van varva, ahogy lehetett. Végig van varva, telibe, belülről is. Folytatódik a dolog. Úgyhogy most már megyünk az építésre kicsit beljebb. Ezt az évet kell megcsinálnom, meg ezt a szakaszt, a dobjáratét. Aztán hát az ilyen apróságokat majd a legvégén, mondjuk ezt, mert ez a legegyszerűbb. Úgyhogy ez itt a, ami olyan komplikáltabb dolog, de amúgy meg pofás lesz szerintem. Levettem a következő mintát. Hát az így fog kinézni, hogy majd rá fogom szépen hajtani. Fel fogom csiszolni. Ez már ugye pászolni fog majd ehhez. Egy kicsit majd rá fogok hagyni. Sarkánál szintén be fogom pöccinteni, úgyhogy ha már ő benn lesz, akkor belülről kifelé fogom tudni visszaépíteni, ami itt van jelenleg. Na, majd jövök vissza mindjárt. Alakul a molekula bentről kifelé haladva, hát ki lett vágva. Meg lett kicsit hajtogatva, de ez még nem a végleges. A fel lesz csiszolva, végig lesz szépen varva rajta, itt vissza lesz hozva rá. Ott is végig lesz varva, szépen sikba. A vége meg majd lesz csapva, mert azt a papírnál ott elhajtogattam. Na de haladunk vele. Hű, jó, meghaladtam mi. Ja, hát amilyen legyen. Most innen megkezdjük a felépítését ennek. Az ott szépen végig lett varva. Aztán folytatjuk a többivel. Táki és Áki. Nem vagyok szakember, de azért nem lesz az olyan rossz a végén. Különben baszottul jó hallott nejik a dolgokkal, ha nemes nálandan az a kibaszott eső. Hát már megint vissza kell pakolni. Kurva anyját. Jól lenne be. Blöki. No, srácok. Az a helyzet, hogy itt ki vannak javítva a hibák. Faszántosan egy kisebb időt kihagytam, mert 3 hétig beütött a krak. Betegség miatt. Azt fogom majd most megcsinálni. Ott már egy foltocska megvan. Itt van még egy foltocska. Kalapács beszaladt. Kisebb csiszolni valók. Csak így átszaladtam rajta, hogy mennyire nagy a vész, de igazából annyira nem. Ott van egy kis sejtet, de szerintem ez csak itt ebben a szakicsában nem vágom most ki. Majd ha megmegy itt, azt hittem, hogy be van rohadva az egész, de csak a git réteg alá folyt be a víz, vagy szivárgott fel, aztán belülről kezdte el kifelenni. Úgyhogy annak nincsen semmi baja. Úgyhogy folytatom. Igaz kis utyám, ő is beteg volt. Azt hittem megdöglik, de megmaradt. Úgyhogy toljuk tovább.
haladok, csak hát lassan már mindig van valami kis dolgom. Egyszer, nem mondom, hogy tudom ilyen, de céljának kiválóan megfelel. Itt van egy kis visszaépítés, le is van alapozva. Hát olyan, amilyen. Nem lesz ez különben rossz, többé meg egy apróság lesz. Itt bontottam, különben belőle is látszik, hogy meg van menve, de azt majd, ha felállok rámpára, akkor fogom tudni orvosolni. Ez nyilván gittelve lesz, az olyan teljesen korrekt. Innen meg van csinálva. Úgyhogy haladok vele, haladok vele. Erre időrök, mert belefentettem a jószágot. Dódi fódi. Ja, meg van csinálva. Végig. Egy feste is, meg egy második réteg itt előtt elfér. De ott, ami hulladék volt, az meg lett csinálva. Úgyhogy nekem ez tökéletes. Akkor egy kis hajlatban még le kell csiszolni. Hát, hogy nem látszik. Valószínű lesz egy part 2. Egy második rész. Lájtom már ezt az örgőt, mert... Lesz egy második rész. Aztán egy kicsit bejövő videóval. Jelentkezem, hát most ennyire volt ide. Tanúság. Amit meg tudsz csinálni magadnak, azt csináld meg. Ha van hozzá egy kis érzéked, akkor tord le, csináld meg. És pont. Aztán ha valamit elbaszol, tanulsz belőle. Nekem tetszik, jól lett. Lemez van, nem purhab. Mint ahogy már egy párszor találkoztam vele. Majd a fényezés meg még tanulni kell. Úgyhogy köszönjük, hogy megnézted a videót. Kitartás mindenki előre. Sziasztok! Na, azért mutatnék valamit, hogy miért kérnek az aljába. Nem tudom, mennyire adja át, de mondjuk itt az én kezem. Igaz, jányom? Jaj, te! Labdázunk? Labdázunk. Labdázunk. Hát álltam a... Kis koszos lesz. Hát koszos lett, elseperjük mindjárt azt a rozsdás vasakat. Le van alapozva. Úgyhogy egy oldal megvan. Jövök. Na, labdázunk akkor egyet. Ennyit akartam még hozzáfűzni.